Simicsko Istánt üdvözlöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét, kívánok. Javában postázzák már a borítékokat, 14 kérdést tartalmaz. Foglaljuk össze, kérem, hogy milyen jelentősége ennek a mostani nemzeti konzultációnak? Szerintem mindig fontos, hogy az emberekkel konzultáljunk, egyeztessünk, kérdezzük meg a véleményüket gazdasági, családtámogatási, az ország biztonságát érintő kérdésekben. Az Orbán kormányra mindig jellemző volt, hiszen most már, ha jól emlékszem, ez a 9. nemzeti konzultáció, hogy bevonjuk az embereket a döntés előkészítésbe, és aztán persze a kormánynak kell vállalni a döntés felelősségét, de ez erre képes, és ezt meg is mutatta. Tehát a kormányzó képességében is azt hiszem a járványkezelés egyértelmű, egyértelmű, egyértelmű tette mindenki számára, hogy a kormányzó képesség az a fidesz kdmp nél egyértelműen megvan. Tehát ez eszemben az ellenzéknél pedig nincs, mert végig gátolták a védekezést. De e, konzultálni, egyeztetni, megkérdezni az emberek véleményét, ez az igazi demokrácia, szerintem ezért fontos, hogy a kormány ezt fontosabb kérdésekben mindig alkalmaz ezt az eljárást, szerintem egy, egy komoly gesztus, és ez figyelembe is veszi a döntéseinél. Tehát nem csak megkérdezzük az embereket, bevonjuk a döntésekbe őket, hanem figyelembe is vesszük a döntéseknél, és alapvetően meghatározza a társadalmunkat, az emberek életét megharázó fontos kérdésekről van szó. Itt a minimálbérről is lesznek kérdések, a családtámogatásoknak, az alkotmányos védelméről, az alacsony adók védelméről. Hát gondolom, hogy ugye különösen fontos egy ilyen pandémia után. Remélem, hogy most már utána vagyunk, bár, bár sosem lehet tudni, mert ugye mindig van újabb és újabb változata ennek a mutás a Ennek, elmondja ennek a, a járványnak. Most nem akarnék járni szakértő venni, de az biztos, hogy hogy egy sajátos korszakba léptünk. Én mindig mondom, hiszen biztonságpolitikával foglalkozom most már közel 30 éve, hogy a 21. század a kihívások évszázada. A biztonságpolitikában három kategóriát különböztetünk meg, kihívások, kockázatok és veszélyek, és hogyha nem kezeljük ezeket a kihívásokat, akkor veszélyekké tudnak válni. És szerintem fontos, hogy egy ilyen helyzetben különösen, hogy megkérdezzük az embereket, hogyan látják a járvány kezelését hogyan látják, az, hogy hogyan lehet újraindítani az életünket, visszatérhet -e a régi kerékvágást vagy pedig sem, ebben milyen gazdasági természetű döntések szükségesek, a családok mellett mindig is kiálltunk, most ezt szeretnénk tovább erősteni, tehát ebben számítunk az emberek véleményére és álláspontjára. Miért volt fontos európai ügyeket is belevenni a kérdésekbe, például adózási kérdésekben? Hát ugye az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát az már egy régi, hogy mondjam egyértelmű tény az emberek számára, hogy Brüsszel nem feltétlenül a magyar érdekek mentén halad, hanem, hanem nyilván valamilyen közösségi, valamilyen más szempontok lehet, hogy másként látják a világ képüket, másként látják a világ jövőjét és alakítását is. Ettől függetlenül nekünk a magyar érdekeket kell képviselni, ezért választottak meg minket az emberek, ezt kell képviselni a képviselőinknek, az LP képviselőinknek Brüsszelben, és így van nekünk is itthon. Tehát fontos, hogy tudjuk, hogy Brüsszelben is mire számíthatunk, milyen eszközök vannak Brüsszel kezében, hogy Magyarországot esetleg hátányosan sújtsák. Erre már volt példa, különböző hát eljárások vannak arra vonatkozva, hogy, hogy a magyar érdekeket hát visszaszorítsák. Az jól látható, hogy van egy belső nagy küzdelem, ami alapvetően arról szól, hogy egy Egyesült Államok legyen, Egyesült Államok típusú, tehát egy Európa Egyesült Államok jöjjön létre, vagy pedig a tagországok, a nemzetek megmaradhassanak önállónak, és egy erős nemzetek által alkotott Európai Unió legyen. Mi az utóbbi utat járjuk, mi szeretnénk a nemzet értékeinket, hagyományunkat megtartani, és ilyen módon együttműködni természetesen az Európai Unióval. Ugye többször is mondta a kormány, 2015 óta többször kiálltak amellett, hogy a migráció fenyegeti ezeket a bizonyos keresztény-európai, közös európai értékeket. Ugye lesz a migrációra vonatkozó kérdés is ebben a konzultációban. Ez pontosan az Európai Unióval folyó politikai vita miatt volt, mert ez zajlik, ez a vita folyamatosan. Tehát ebben valamiféle sarokponthoz érkezik? Szerintem egyértelmű, hogyha a miniszterelnök úr elmegy Brüsszelbe, ugye rendszeresen vannak ezek a tanácskozások. Ott a, a magyar emberek véleményét kell képviselni, és a magyar embereket ezért kérdezzük meg, hogy láss például a migráció esetében mi az álláspontjuk. Az a hivatalos irány, amit Brüsszel visz, aminek látjuk a biztonságpolitikai kockázatát, látjuk a kulturális problémákat, az együttélési normák átalakulását, az erőszakos cselekményeket, hogy nem mondjam, a terrorista cselekményeket is, kultúrák ilyen típusú összekeverése nagyon komoly veszélyeket hordoz önmagában. Tehát Ebben szüksége van munícióra a magyar kormánynak, hiszen tudnunk kell, hogy a magyar emberek továbbra is támogatják -e a mi migrációs politikánkat. Tehát igenis az illegális migrációt teljes mértékben elutasítani, és nem ez a lehetőség, és nem ez a megoldás Európa jövőjére, hogy más kultúrából millió számra hozunk be embertömegeket, és párhuzamos kultúrák, párhuzamos társadalmak alakulnak ki. Elértük közben az 5,5 millió beoltottat, ugye ez egy nagyon fontos szám, mindenféle enyhítések kapcsolódtak hozzá önök, vagy ön hogy számol, hogy meddig lehet eljutni? Ugye nagyjából 60%-os a támogatottsága az oltásnak. De felnőtt lakosságban lehet, hogy már a csúcson vagy. Igen, hát nyilván, szerintem ez egy óriási eredmény. Tehát itt a járvány Valamennyi országnak nagyon komoly próbatétel volt. Az egész ország egészségügyi hálózatára rendszerére, védelmi rendszerére, tehát szerintem a magyar kormány hihetetlen ügyesen és jól megfelelt a feladatnak, tehát az operatív törzsnek a felállításával, az oltási terv készítésével, ennek az ütemezet végrehajtásával, ugye eleve már ez megelő, megelő, megelőzendően. A védőeszközök, maszkok lélegeztetőgépek beszerzésével, majd ezt követően megrendelte időben a, a minden lehetséges vakcinát, ami, ami hatékony lehet a... A járványjal szemben, tehát a keleti nyitás ebben az értelemben is megtörtént Oroszország és Kína irányában, miközben a nyugati világ felé is léptünk. Tehát mindenhonnan, aki képes volt értelmes és jó vakcinát területelni, védőoltást területelni, azok felé lépett a magyar kormány, a külügyminiszter úr rendszeresen járt ki, és mai napig tárgyal ezekben a kérdésekben. Lámlámos még ajándékban is tudunk adni, segítséget és tudunk nyújtani Bosznia-Hercegovinának, Szlovákiának és más országoknak. Tehát szerintem nagyon fontos dolog, hogy egy aktív külpolitikával, egy külgazdasági fellépéssel a kormányzat időben hozta meg a szükséges döntéseket. Ezért Sikerült elérni, hogy 5,5 millió embert már most be tudtak oltani az oltópontokon. Szerintem nyilván az a jó, az ha minél több oltatják be magunkat, magukat. Én magam is így jártam el, én is a kínai vakcina mellett döntöttem, pont azért, hogy mutassuk, hogy igenis ez is egy kiváló oltóanyag, tehát ne legyen itt semmiféle ideológia és értelmetlen politikai küzdelem, amit a baloldali képviselők folyamatosan a nyakunkba zúdítottak, és Brüsszelben is folyamatosan ezeket hallhattuk. Tehát, amikor ha emberek halnak meg, és végig söpör egy világjárvány, és mindenki élete veszélyben van, akkor nem ezt kell nézni, hogy hol gyárták, hogy gyártják, milyen politikai berendezkedés van az adott országnak, hanem véde jó-e, vagy pedig sem. Tehát én azt hiszem, hogy minden lehetséges döntésben helyesen járt el a kormány, Példaértékű egyébként azt kell, hogy mondjam, európai összevetésben is, tehát az élmezőnybe tartozunk az átoltottság vonatkozásában. Az, hogy most hol áll meg, hát én nem tudom ezt pontosan megítélni. Nyilván az lenne a jó, hogyha minél magasabb szinten lenne az átoltottság. Bízunk benne, hogy, hogy ezek a mutások is kezelhetőek lesznek a jövőben de az biztos, hogy valóban a kihívások évszázadát éljük, gazdasági problémák, járványok, környezetvédelmi problémák, és hát alapvetően a migráció veszélye az még nem múlt el, sőt, ez csak egy bemelegítés volt szerintem, ez tovább fog fokozódni. Már ebben az évben közel 44 ezer migráns próbálkozott Magyarországra beérkezni, az év elejétől a tavalyi évben valóban a pandémiát lecsökkent, tehát körülbelül 10 ezer migráns próbált meg bejutni Magyarországra, ez a szám, ez bármikor ugrásszerűen növekedhet, és ennek a veszélynek továbbra is ki vagyunk téve. A magyar kormány továbbra is mindent meg fog tenni, ezt az elvárásunk is, mint faxvezető mondom, hogy a Magyarországot, a magyar embereket védelmezze fizikai értelemben is. Na, ha már ezen a három elemű fenyegetettség is kállán elmezzük, fenyegetettség, kockázat, veszély, Kihívás, kockázat és helyzet, helyzet. Hogy teljesített ön szerint az egészségügyi rendszer, a magyar honvédség, a magyar közigazgatás a járványkezelésben? Hát ugye sokan szkeptikusok voltak az egészségügy helyzetét illetően, de ez egy nagyon komoly vizsga volt a magyar egészségügyben dolgozók számára is. Én úgy látom, hogy hihetetlen áldozatos munkát végeztek az egészségügyben dolgozók, orvosok és ápolók. Megmondom őszintén, az én lányom is orvos és dolgozott Covid osztályon, tehát, tehát nagyon nagy munkát végeztek, azt kell, hogy mondjam, tisztelet nekik, és egyébként tisztelet és köszönet az embereknek is, hiszen azért többségében az em magyar emberek nagyon felelősségteljesen viselkedtek, betartották a kormány által előtt szabályokat, tényleg senkinek sem kellemes érzés, sem tudom én 30-40 fokban mazba járni, még akkor is betartották az emberek, tehát nagyon szabályszerűen jártak el, és ennek is köszönhető szerintem, hogy ilyen viszonylag eredményesen ki tudtunk ebből az egész vagy hát reméljük, hogy nem lesz visszaesés. Nyilván van két felfogás most jelen pillanatban, hogy össze lesz egy újabb negyedik hullám, de akkor is az átoltottság, és az, hogy már ezzel a vírussal az emberek akár oltóanyag formájában, legyegített vírus, elpusztított vírus, bármilyen forma találkoztak, vagy a betegség formájában kialakult valamilyen fajta védettségük. Én remélem, hogy ez mindenképpen eredményes védekezéshez lesz elegendő. Tulajdonképpen a legfontosabb az az, hogy milyen, mihez segít minket hozzá az, hogy Magyarország egy egészséges, egy védett ország. Most véget értek már a a Labdarúgó Európa-bajnokságnak a budapesti mérkőzései, tehát ház 60 ezer Igen. ember. És hát közeleg egy esemény, egy világesemény, az eukarisztikus világ találkozó, Igen. amire, ha hinni lehet most már a hivatalos tájékoztatásnak, Ferenc Pápa is itt lesz, sőt részt vesz a Szent Misén is. Ön a kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője, Ön, ön hogyan értékelni ezt a látogatást, így egy évvel elhalasztva a világ találkozót, megrendezve, biztonságos körülmények? Között. Hát, szerintem, szerintem Magyarország számára ez egy óriási elismerés. Tehát, ha ide jön a Szent Atya és misét celebrál, nyilván a katolikus egyháznak, a keresztény világnak, ez úgy is mondhatnám, ha Tokió a sportban az olimpia, akkor most Budapest a, az egyházi olimpia. Tehát egy olyan csúcs találkozó, amely, nagyon-nagyon ritkán kerülhet sor, és nagyon kevés ország számíthat ilyen elismerést és megtiszteltetést. Szerintem nagy dolog, hogy ide jön a pápa, és, és, nagyon sok magyar hívővel találkozhat. Tehát az világ figyelme Magyarországra irányul pozitív értelemben, és ez nagy dolog az ország Imázsát is segíti, nyilván a, a vallási turizmust is segíti, és sok-sok minden mást is, tehát ország, az országunknak a jó hírét e, e, tudja kelteni egy ilyen esemény, hogyha szépen meg tudjuk szervezni, mert pedig Magyarország az elmúlt években bizonyított nem csak sportrendezvények, más bármilyen nemzetközi rendezvényt kiválóan meg tudtak oldani a szervezőink. Ez a lelki értelemben szerintem nagyon fontos ha a hívőknek jó. is, ez nagyon sok támadás éri a katolikus egyházat mostanában, politikai támadások és nem politikai támadások is. Hát ez így van, de, de a spiritualitás, a, 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 a lelki életünk, az legalább annyira fontos, mint a fizikai életünk, az aktivitásunk, az ebből is fakad, tehát hogyha feltöltődünk lelkileg, akkor azért nagyon sok kemény helyzetben hely tudunk állni, tehát szerintem fontos dolog ez egy keresztény kultúrában, amely a miénk is. Még lehet regisztrálni. Még lehet regisztrálni, minél többen vegyenek részt. Akcióvezető, köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm a meghívást.